Köszöntöm a nézőket. A mai vendégem nagypapája jogász volt, édesanyja jogász, édesapja jogász, a testvére jogász, és lehet, hogy még több jogász is volt régebben, arról én nem tudok, de ezeket a személyeket jól ismerem. Voltak már vendégeim, ő még nem, Bárándi Gergely. Üdvözletem. Mikor volt más opció, mint hogy jogász legyél? Én azt gondolom, hogy igen, mindig van más opció. De gyerekkorodban más akartál lenni? Akartam történész is lenni, volt ilyen az Egyiptom kutatás, egyiptológia nagyon érdekelt különösképpen. Akkor érdekelt Velence történelme nagyon sokáig, egyetem alatt is, meg aztán később is. Arról még három könyvet is írtam, inkább kettőnek mondom, mert a másik, vagy a harmadikhoz már csak jegyzeteket írtam. Tehát volt azért más opció is, meg hát tulajdonképpen azért, ami a felnőtt életem gerincét eddig képezte az ügyvédség mellett, az a politika volt, tehát arról majd beszélünk. Világos, csak azt mondom, hogy azt se tekinthetjük klasszikus jogászi szakmának. Mikor értetted meg gyerekként először, hogy mi az jogásznak lenni? Nem tudok erre időpontot mondani. Valahogy az ember ebbe belenő, szerintem ugyanúgy, mint hogyha valaki orvos családból származik, akkor nem fogja tudni megmondani, hogy mikor járt először kórházban, vagy mikor tud arról nyilatkozni, hogy mikor értette meg, hogy az orvosi hivatásnak mi a lényege. Én azt gondolom, hogy ez egy folyamat, és az ember, persze, ha úgy tesszük fel a kérdést, hogy mennyire predesztinált az, hogy az ember ezt az egyetemet válassza, akkor azt tudom rá mondani, hogy valamennyire biztosan, hiszen ebben nő fel. A döntési szabadság mindig megvan, de hát értelemszerűen... Tehát a szülők nem mondták se azt, hogy ne legyél, se azt, nem, hogy legyél? Nem, semmi presszió soha nem volt. Hát nyilván örültek neki, hogy erre fele mentem, én már nem biztos, hogy örülnék annyira, ha a lányom erre fele menne, de ők örültek neki, támogattak ebben, de hogyha azt mondtam volna, hogy én szeretném elvégezni a történész szakot a bölcsészettudományi karon, akkor valószínűleg ott sem lett volna probléma. Bárándi Zsuzsa az édesanyád, Bárándi Péter az édesapád, és Bárándi György volt a nagypapa. Kitől mit tanultál? Tehát mikor kezdted el követni, hogy ők mit csinálnak, és meg akartad érteni? Hát, én először is leginkább különbözni szerettem volna, hogy őszinte legyek. Tehát, ez teljesen normális. Én is azt gondolom, van, aki úgy fogja föl, hogy a nyomdokaiba akar lépni valakinek, én pedig úgy fogtam föl ezt, hogy szeretném, hogyha magam miatt, vagy a saját teljesítményem miatt becsülnének, vagy értékelnének, és nem szeretnék senkinek se a kreatúrája, sem a követője lenni. Így aztán de követted azokat az ügyeket, amiket ő képviselt? A nagypapa csokornak, ja, persze, hát rengetegszer szerepelt a televízió. Hogyne, érdeklődés szintjén igen. Tehát volt, hogy elmentem velük tárgyalásra, de akkor sem azt néztem, hogy hű, ez egy jó technika, vagy ez egy jó szófordulat, és majd én is ezt akarom alkalmazni, nem érdekelt maga az ügy, érdekelt maga a hangulat, érdekes volt annak idején, amikor én elkezdtem eljárni mondjuk így tárgyalásokra, az a 90-es évek első fele, akkor voltak ezek a nagy maffia perek, akkor voltak ugye az a Prisztás féle társaság, meg Radnai féle társaság, Csüllök Zsigmond, ezek a úgymond bűnözői világban nagy nevek, és ezeknek a tárgyalására elmentem. Talán ami így a jogtörténeti szempontból a legérdekesebb volt, hogy talán az utolsó tárgyalásán, vagy az egyik utolsó tárgyalásán helyettesként eljártam a vízkis ügyben. És ez úgy megmaradt az emberben, hogy jaj, hát igen, ez talán egy olyan ügy, ami már kicsit bevonult a történelembe. De hogy kerültél oda helyettesként? Úgy, hogy édesapám védte annak idején a másodrendűt, az Orbán Gábort. És aki? Aki akkor már azt hiszem csak tanú volt az ügyben, amikor a tárgyalása az Ambrus Attilának volt. De és ő mit csinált? Mert nekem csak az ő Ambrus... volt a társa. Ő volt a társa. Ez, ha valaki a Gangsta Zolit ismeri, akkor meg is énekelte, amikor a Viszkisről szóló számában, hogy Orbán Gabi is bejött a képbe, hadd legyen a társa, folyton ezt kérte. Szóval ő volt a társa aki a cselekmények nagy részében, ott ugyanúgy a bankrablásokban. De ő is bement a bankba? Persze, abszolút. Tehát ők is, ők de együtt nem lett voltak. Olyan híres, mint a Viszkis. Nem, mert őt, hát valószínűleg kevésbé szeretett volna média személyiségé válni,
Én őt annyira szorosan nem ismertem, mondom, csak a végét kaptam el ennek az ügynek, hiszen akkor kezdtem a pályát, mint ügyvédjelölt, illetve korábban egyetemistaként. Tehát én őt annyira személyesen jól nem ismertem, de az biztos, hogy ugye őt előbb fogták meg, őt előbb kapták el, őt előbb ítélték el, és ha jól emlékszem, akkor egy külön eljárásban. És úgy került sor arra, és ezért került arra sor, hogy a Viszkis ellen, az Ambrus ellen, Ambrusat ellen folyamatban lévő eljárásban, ő már akkor, amikor én ott jelen voltam, már csak tanúként hallgatták meg. Mivel védekezett ő, meg az Ambrus Attila? Már nem emlékszem egyáltalán csak arra, hogy volt. Őszintén én sem. Te sem. Azt, nem. Azt tudom, hogy az egyik legnagyobb kérdés volt ott már jogi értelemben, jogdogmatikai értelemben, hogy amikor visszalőtt a rendőrökre, akkor az emberölés kísérletének minősül-e, vagy pedig nem. Ugye ott emlékszem, hogy sokat vitatkoztak azon, hogy ez egy célzott lövés volt-e. Ennek a lövésnek a valószínűségem egyáltalán megvolt a reális lehetősége, hogy bárkit eltaláljon, vagy pedig ő szándékosan teljesen más irányba, mondjuk jóval följebb vagy lejjebb lőtt, mint ahol a rendőrök álltak. De hogyha tényleg összekörülni, fogalmam nincs, hogy végül merre dőlt el a dolog. De azt tudom, hogy ezen nagyon nagy vita volt. Azt megértetted, hogy Ambrus miért lett ilyen népi hős, hogy rajongtak érte, hogy nők szerelmes leveleket írtak, miközben hát ugye például azok, akiket bántalmazott a bankokban, hát azok nem hősként tekintettek rá, hogy mit a néplélektan, mitől lett ő hős? Mindig érdekes kérdések ugyanez az amerikai gangster világban, hogy bizonyos emberek miért emelkedtek ki kvázi szinte népi hősként, nem tudom én, egy John Gotti-tól kezdve. Kiről is láttam most valamit, azt hiszem Közellenség ez a címe a filmnek, de majd mindjárt beugrik, hogy ki volt az a bűnöző, akit megformáztak ott. Szóval, hogy ez miért van? Magyarországon talán azért, mert akkor a rendőrségnek rendkívül alacsony volt a presztízse, tehát a megbecsültsége nagyon, és az, amilyen módon, hát hadd használja most ezt a szót, megszivatta a rendőröket, az Ambrus Attila, a menekülés, ez tetszett az embereknek. Egy olyan belevaló srácnak tekintették, holott egyébként egy rabló, egy súlyos bűnöző. Aki bánta azok a banki alkalmazottak, akiket őt megfélemlített, nem hiszem, hogy ilyen nagyon boldogok. Valószínűleg kevésbé romantikus emlékeik támadtak róla, mint néhány embernek a közvéleményben. De tény az, hogy ilyen Robin Hood féle hősként tartották számon, meg talán azért is. Sőt, még ma is, és veszik a kerámiáit. Hát és... még ma is. Bár talán még egy okot tudok mondani, hogy ugye a bankoktól rabolt, tehát ő is ugye mondjuk, hogy a gazdagoktól rabolt, és ott volt egy kis megbicsaklás ebben, amikor, ha jól emlékszem, volt arról szó, hogy hát elvitt ő egy magánembertől is némi pénzt, aki a bankba tartózkodott, tehát egy ügyféltől. Hogy ez így volt, vagy nem esküdnék rá, de én így emlékszem a történetre, de valószínűleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy ő a bankokat meg a postafiókokat fosztogatta. Menjünk vissza oda, hogy érettségiztél, és döntened kellett, és végül is a jogi egyetem mellett döntöttél, mert? Érettséginél ez már nekem egyértelmű volt, hogy oda szeretnék menni. Könnyen felvettek? Nem, nagyon nehezen. Tehát én nekem a tanulmányi eredményeim nem voltak rosszak, de nem is voltak annyira kiemelkedőek, és így a felvételit akkor lehetett úgymond a pontszámot duplázni, és nem a hozott pontokat számításba venni, de akkor volt a legmagasabb, legalábbis az addigi történelem során legmagasabb ponthatár a jogi egyetemen, és talán 2 vagy 3 ponttal maradtam én az alatt. Tehát azt hiszem, hogy 120-ból 115 volt akkor. Az előző évihez képest bejutottam volna, akkor nem jutottam be, és akkor indult a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek a jogi kara, és jog és államtudományi kar, és akkor itt nagyon hangsúlyozták, hogy nem állam és jogtudományi, hanem jog és államtudományi kar, hiszen fontosabb az első tag szó, mint a második, és oda viszont fölvettek, tehát oda ez elég volt. Nagyon érdekes egyébként az, hogy végignézünk, és ez egy ilyen, a tanárok szerint is, meg a mostani diákok szerint is egy ilyen legendás évfolyam, ez az alapító évfolyam, ahova én jártam a Pázmányon. Tényleg nagyon sok olyan ember lehet említeni, akik a közéletben, vagy akár a szakmai életben sokra vitték közülünk. Holott, és ha így belegondolok, tulajdonképpen mind ilyen bukott emberek voltunk, akiket nem vettek föl máshova.
és ide elegendő volt a ponthatár. És ebből látszik az, és erre mondtam azt, hogy ha visszatekintünk, akkor azt lehet látni, hogy valószínű az a felvételi rendszer, ami akkor volt, az nem feltétlenül volt hibátlan, hiszen ezeket az embereket mind nem vették fel máshova, azért mentünk a Pázmányra, amikor ez indult. És ehhez képest szerintem az egyik legjobb évfolyam lett, és tényleg számos vezető bírót, vezető ügyészt, kúriai bírókat, államtitkárokat, képviselőket, rengeteg ember, aki a szakmában vagy nagyon jó nevű ügyvédek jöttek erről. Ennyit az előítéletekről. Így. Az, hogy a Bárándi név többnyire előnyt, vagy többnyire hátrányt okozott, vagy nem játszott szerepet. Amit nehezen tudok elképzelni. Szerintem ez minden olyan családban így van, és adja magát valóban ez a kérdés, ahol ugyanazt a szakmát űzik, és a felmenők, és a leszármazottak is egy jó pályát futottak be, akár színészeknél, zenészeknél, hogy mérik egyiket a másikhoz, vagy vannak olyan emberek természetesen, akiknek pozitív vagy negatív véleményük van róla, és ezért is nem lehet igennel vagy nemmel erre válaszolni. Mert volt, nem csak előny... azért, hogy jobb legyen a riport és hosszabban beszéljek, hanem tényleg nem. Tehát volt, ahol előny, volt, ahol nem. Tehát például, ahol utálták volt az apámat, ott engem megjegyzéseket tettek? Olyan nem, de olyan, ahol éreztették az antipátiát, olyan volt. Meg hát... olyan is volt, ahol éreztem azt, hogy na, itt egy kicsit könnyebb dolgom van. Hát főleg, amikor miniszter lett édesapád, hát gondolom, akkor meg pláne érez. Tudod, mi volt a legérdekesebb? Talán a bizalom hamarabb kialakul. Tehát nagyon érdekes volt, hogy, és ez szerintem általában igaz, de ez az orvostársadalomban, a jogásztársadalomban, hogy na, ennek ismertem az apját, meg az anyját, vagy esetleg még a nagyapját is, hát valószínű, akkor benne is meg lehet bízni. Tehát, hogyha ő mond valamit, ha mi megbeszélünk valamit, akkor abban lehet bízni. Hát egy családi hagyomány, persze. Igen, meg ismerem az apját, ismerem az anyját, azokban megbízom, velük már sok dolgom volt. Ők nevelték. Ők nevelték, valószínűleg. Ez nem is feltétlenül pörög végig valakinek az agyán, de ezt viszont lehetett érezni, hogy a bizalom az nagyobb volt az elején. És hát nyilvánvalóan az embernek az a fajta frusztrációja is megvolt, hogy hát míg ha én elrontok valamit ügyvédjelöltként, akkor megjegyzik, ha más ront el valamit, akkor kevésbé jegyzik. Bezzeg az apukád. Hát szívül. Igen, ez a méricskélés, ez borzasztó. Tehát emlékszem, amikor mondták, hogy bezzeg a nagyapám, és mondom, jó, mondom, rendben van, akkor csináljuk azt, és mert akkor korrekt a dolog, hogyha megnézzük, én most hány éves vagyok, én 20 akármennyi, nézzük meg, hogy 20 ennyi idősen a nagyapám hol tartott, és majd akkor is nézzük meg, amikor én leszek 80, hogy akkor én hol tartok. Ez szellemes. Szóval szerintem, mert azért így igazságos, lássuk be ez a történet. Kérdeztem, hogy kitől mit tanultál. Én nagyon szeretem az édesanyádat, nagyon tisztelem. Én fantasztikus is. Asszonynak tartom, aki nagyon híres a tárgyalás technikájáról, tehát hogy nem nagyon szeret bíróságra menni, hanem megpróbálja, de hát ő polgári perekkel foglalkozik, megpróbálja asztalnál az irodájában kibékíteni mondjuk a válvó per résztvevőit, hogy ez a fajta türelem megvan benned? Hát ez nehéz. De te nem foglalkozol polgári... Polgári perrel nem, viszont ha azt mondom, hogy egy politikai párt országos etikai és egyeztető bizottságának az elnöke voltam jó sok évig, és az én eljárásaim is alapvetően megegyezéssel, amikor én elnököltem, akkor a bizottság eljárásai így talán szerencsésebb fogalmazni. Alapvetően megegyezéssel zárultak, és nem formális eljárásokkal, akkor azt gondolom, hogy talán valami ragadt át. Elkezdtél politizálni, ugye? Parlamenti képviselő is voltál, emlékezetes beszédeket tartottál, és sokat láttam belőle. Nagyot csalódtál ebben a politikusi pályában? Mert aztán egyszer csak puff, abba hagytad. A politikai pályában csalódtam, én most sem zárom ki. Vagy a politikában, vagy a közéletben, vagy... Ebben a közéletben, ami most van Magyarországon, ebben szerintem nem jó részt venni. Én becsülöm, tisztelem azokat az ellenzékieket, akik a mai napig még kitartanak, és próbálnak ellentartani, bár, hogy őszinte legyek, egyre kevesebbet látok, mert van, akinél inkább azt látom, hogy kevésbé próbál már ellentartani, holott egyébként formálisan ellenzéki. Ez a helyzet, de ebben részt venni nem kellemes. És egy nem nap úgy ébredtél, hogy elég volt, visszamész az ügyvédi pályára?
Nem, hát Vagy ez lassan érlelődött? Voltak olyan impulzusok, mondjuk így, amik után az ember azt mondta, hogy nem. Amikor azt láttam ellenzéki oldalon, és ezt nagyon sokan zokon veszik tőlem a mai napig, hogy én ezt elmondtam, szeretném hozzátenni, hogy nem a választások előtt, hanem jóval a választások után és a saját pártom tisztítása után, hogy én azt látom, hogy elfogadták azt a szerepkört, ami a NER vagy akkor még centrális erőtér perifériáján betöltött szerepet jelenti. Ebbe belenyugodtak, és gyakorlatilag nincs is igazi és valós szándék a változtatásra. Talán most már ez egy picit árnyalódott, vagy legalábbis bizonyos pártoknál ez másként van, de akkor láttam ilyen törekvéseket nagyon sok pártvezető részéről, és amikor annak idején, akkor még nem volt ez ennyire, hogy mondjam, természetes, mint mondjuk a 18-es, vagy 22-es, nem bocsánat, a 22-es választáson, hogy esetleg egy MSZP, Jobbik, LMP szövetségben induljon el ez a társaság. Amikor olyan elképesztő erő jött velem szemben, és nem a túloldalról, hanem a saját oldalamról, ami számomra meglepő volt. És ezt felismerve, nyilván az ember átgondolja, hogy egyébként ebben akar-e a továbbiakban részt venni, hogyha ezek a jelenségek ilyenek. Aztán természetesen, hogyha az ember ezt megpróbálja, és ez nem jön össze, és ilyen az ellenállás, akkor utána az a terep is megszűnik, hogyha még ha akarná, sem feltétlenül biztos, hogy folytathatná. És akkor végül is újra kezdted a jogászi pályát, felépítettél egy irodát, és főleg milyen ügyekkel foglalkozol? Én büntetőügyekkel foglalkozom kizárólag, de a kollégák foglalkoznak mással is, akikkel egy helyen dolgozunk. De azért azt szeretném megemlíteni, hogy soha nem hagytam fel, hiszen az elméleti jogi pályát nem hagytam el, ezért 14 évig tanítottam, azért két tudományos fokozatot, vagy fokozatot, egy címet megszereztem, könyvet írtam, cikkeket, tanulmányokat, tehát az elméletit soha, és ezért én világéletemben magam szakpolitikusnak is tartottam. Tehát az alkotmányjog, igazságügyi politika, büntetőjog politika területén, hogyha megkérdezik tőlem azt, hogy definiáljam, hogy én mi vagyok, akkor én azt mondom, hogy egy igazságügyi vagy jogi szakpolitikus, ami voltam. Tehát én azt gondolom, hogy ott sem. Tehát csak annyi, hogy ott nem a jogalkalmazásról, hanem a jogalkotásról szólt az élet. Sokat dolgozol? Hullámzó. Ezt őszintén mondom. Nyilván a PR szempontjából jobb lenne azt mondani, hogy ó, mindig rengeteget, de ez nem így van, és szerintem, aki az ügyvédi pályán dolgozik, az pontosan tudja, hogy van olyan, hogy egy napra három tárgyalást tűznek össze, és van olyan, hogy egy hétig meg nincs semmi. Tehát ez bizony hullámzik. Ma én azt látom a környezetemben, hogy van, akinél még ez nem csapódott le, nem érzi, de a kollégáknak egy nagyon nagy része már érzi azt a negatív gazdasági változást, ami az országban van, ez kihat a mi munkánkra is. Nem arról van szó természetesen, hogy ne lenne munka, hanem azt, tehát lehet, mint egy cégnél érezni, hogy mikor van felszállóág és mikor van leszállóág. Biztos van sok kollega, akinél akár most is felszállóág van, de én rengeteggel beszélek, akinél már ez a tendencia nem így néz ki. A laikus, mint én, azt érzékeli, de lehet, hogy tévedek, szerintem nem, de mindegy, majd kiigazítasz, minden nap új törvények jönnek, hogy lehet ezt követni. A BTK, a PTK, legalábbis ahogy én olvasom, állandóan változik. Hogy tudjátok ezt alkalmazni nap, mint nap? Hát ez 30 éves jelenség, hogy őszinte legyek. Ugye volt egy időszak... Igen, de lehet, hogy én most fókuszáltam jobban erre. Nem, abszolút. Tehát hogy az, hogy nagyon gyakoriak a jogszabályváltozások, ez egy nagyon régi dolog. Ami az elmúlt... Ami mondjuk 2010 és 18 között, vagy 16 között egy kuriózum volt ebben, hogy olyan jogszabályok is egy-két nap alatt változtak meg, amelyek alapvető jogszabályok, tehát mondjuk egy fontos alkotmányos szabály, vagy nagy kódexek, mondjuk a vitája úgy zajlott le, hogy ami méltatlan volt, és az előkészítése is a meglátásom szerint sokszor túl rövid, vagy szakmaiatlan. Ez volt talán a különbség, de az, hogy gyakori a jogszabályváltozás, az egy régi jelenség. Máshol is így van, más országokban is? Ezt nem tudom megítélni, nem. De azt viszont igen, hogy valószínűleg ez is oka annak, a jogszabályok óriási tömege, meg az ilyen irányú változás is, hogy azért specializálódni szoktak a jogászok, nem csak ügyészek. Hogy csak egy területre fókuszálnak. Hát persze.
Tehát van, aki csinál mondjuk, és a polgári jogon belül is, tehát ott a legjellemzőbb, még a büntetőjogon belül alapvetően mindenki mindent csinál. Tehát a büntetőjogászok, akik csak ezzel foglalkoznak, mindenfélét csinálnak. A polgári jogban már más a helyzet. Itt van, aki csak a kártérítési ügyekkel, biztosítási ügyekkel foglalkozik. Nem lehet ennyi jogszabályt professzionális módon alkalmazni. Nyilván az alapokat, mondjuk egy polgár is ügyvéd, hogy hogy kell egy adásvételi szerződést kötni egy ingatlanról, ezeket tudja mindegyik, vagy majdnem mindegyik. De te ilyet nem csinálsz. Én nem tudom. Én, hogyha adásvételt kötök, akkor anya csinálja meg. Azt mondd meg nekem, hogy mi volt a legnagyobb sikered ügyvédként? Volt-e olyan ügy, ami nagyon izgalmas volt, és neked fontos volt, hogy nyerjél? Nem tudok ilyet kiemelni. Volt sok ügy, és ugye nyilván más-más típusú ügyek vannak. Vannak közéleti érintettségű ügyek, meg politikai érintettségű ügyek, és vannak olyanok, amik... Abban is megkeresnek politikai érintettségű? Hát persze, abszolút, igen. Főleg olyanban, ami köztörvényes, tehát valamilyen mondjuk gazdasági vagy vagyonelleni bűncselekmény, meg olyanban is, amikor politikusok egymással vitatkoznak, hiszen az egyik, ha lehet így a büntetőjogon belül szakterületet mondani, akkor az a verbális bűncselekmények, én a PhD diszertációmat abból írtam, ugye gyűlöletbeszéd, közösség elleni izgatás, uszítás, és emiatt aztán az ilyen rágalmazás, becsületsértés és ügyek, ezek közel állnak hozzám. Ebben keresnek meg igen sokan, és ezeket szívesen is csinálom. Ezek egy picit az embert visszatolják a politika világába, mert alapvetően ezek nem jogkérdések, érdekes jogi kérdések, de a kihatása a sokkal inkább politikai, mint jogi. Mert egy ilyenben mondjuk, ha valaki nyer vagy veszít, de még az sem biztos, hogy az jár rosszul, aki veszít, néha az jár rosszul, aki nyer. Miért? Hát azért, mert mondjuk szó van róla. És azért beszélek erről, mert ez egy saját személyes ügyem volt, és így nem kell kiadnom senki más ügyfelet. Ja, hát persze, abban biztos voltam, hogy nem mondasz neveket. De én most mondok nevet, mert ez a saját ügyem volt, és ez nem probléma, a saját személyemet érint, amikor én a Matolcsi Györggyel voltam vitában, és ő feljelent, illetve beperelt engem egy mondatomért, ami szerint én azt találtam mondani, hogy én nem a jegybankot támadom, hanem őt, mert hogy ő meg a család lopta el a közpénzt, nem a jegybank. Ez volt az ominózus mondat. És feljelentett, meg is nyertem a dolgot, de ha nem nyertem volna meg minden fórumon, akkor is miről szól a téma? Mindig visszatérnek, amikor feljelent, amikor elsőfokú tárgyalás, amikor ítélet, amikor fellebbezés, a másodfokon sem. Benne vagy egy kabátlopás. És benne van az ember neve egy ilyenben, és aki közhatalmat gyakorol, és a neve egy ilyenben benne van, és ezt nagyon sokszor mondom el egyébként ügyfeleknek is, az nem biztos, hogy jó, és még ha a végén meg is nyeri, és lesz egy mínuszos hír arról, hogy egyébként nem tudom, XY-nak... Amit te megnyertél végül is. Én megnyertem ezt, de ha netán elvesztettem volna, és nekem mondjuk bocsánatot kellett volna tőle kérnem, akkor is a köztudatba beleég maga a történet, és valóban kabátlopásos ügybe keveredik. Tehát ezeknek a kommunikációja az, ami igazán izgalmas. Az, hogy utána a bíróság mondjuk kit részesít megrovásban, vagy kit bocsát próbára, még csak egy pénzbüntetést se kap mondjuk a büntetőügyek kapcsán, hát ez tulajdonképpen marginális, és egyébként ezért utálják a bírók. Tehát azt mondják, hogy ezeket az ügyeket nem szeretjük, ezeket el kéne innen vinni, ezeknek nincs helye a bíróságon. Zárójelben mondom, némi kis igazságtartalma azért ennek van, mert ez valóban nem a jogról szól, hanem ez egy politika, és a politikának az egyik fórumává teszik a bíróságot ezekben az ügyekben. Annyi időnk van még, hogy visszatérjek egy ilyen fél mondatra, amit akkor nem reagáltam, de megjegyeztem, hogy azt mondtad, hogy nem biztos, hogyha a kislányod jogász akarna lenni, akkor rábeszélnéd. Ez a gyönyörű szép kislány, miért nem pártolnád, hogy jogász legyen? Hát ilyen gyönyörű szép kislány annyi mindent csinálhat, nem csak jogász lehet. Na de miért? Mit mondanál neki, kislányom, mégse legyél? Valószínűleg ez azért abból is adódik, hogy az ember ennek a szakmának ismeri az összes árnyoldalát, és tudom azt, hogy milyen nehézségeket rejt. Mert a te szüleid is ismerték. Ismerték, és valószínűleg van ebben a véleményben egy olyan megfontolás is, vagy egy olyan jelenség, hogy a más szakmának, amit mondjuk szeretnék, akár hogy egy orvosi egyetemet mondjuk ő elvégezzen, ott
Ott annak az árnyoldalait nem ismerem ennyire, mert senki a családból nem volt orvos, és én sem csináltam. Jó eséllyel ez. De egyébként a kislányomnak én azt látom, hogy már mindig nagyon tiltakozik ellene, félig viccesen, félig komolyan, de szerintem neki a közélethez egyébként nagyon nagy affinitása van. Szóval én azt látom... Hány éves most? 10 éves, de olyan érvrendszere van, olyan elképesztő jó meglátásai vannak. Tehát azért, ha azt mondom, hogy a parlamentben talán egy kicsit tartottak tőlem vitatkozni, mert én ezt nem csináltam rosszul, vagy akár egy stúdióban. És ha én ezt mondom, és mellé teszem azt, hogy 8-10 évesen a kislányom néha olyan érveket mond nekem, amire azt mondom, hogy tudod, mit igazad van? Tudod, mit? Tényleg így van. Nagyon jó lényeglátása van, a társadalmi problémákra ráérez. Tehát a lányomnak én azt látom, hogy nagyon jó érzéke van ehhez, de hát ha a jogászi pálya nehéz terep, akkor ez a másik meg még inkább az. Úgyhogy egy kicsit félve is látom azt, hogy ebben neki milyen tehetsége van kibontakozóban. Hát örülök, hogy itt voltál, és remélem a nézőket érdekelte a Bárándi családból az a jogász, aki még nem volt vendégünk. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra a jövő héten.